Okay, so while you're enjoying your burger, maybe you can. Let me tell you something. 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 Right now, right now. Right now, right now. Right now, right now. Right now, right now. Got a real good feeling. Got a real good feeling. Like there is lightning deep in my bones. Got a real good feeling. I won't hit no ceiling. I'm going higher than I've ever known. Got a real good feeling. Sziasztok! Itt vagyok újra Ilyen Shippingben, Svédországban, és ebben a videóban arról beszélek nektek, hogy milyen hozzáállása van Svédországnak és általában a svédeknek a fenntarthatósághoz. Amint tudjátok, én azért jöttem ide Svédországba, hogy fenntartható kommunikációt tanuljak, miután már tanultam kommunikációtudományt alapszakon és mesterszakon otthon Magyarországon a Corvinuson, és ezen kívül tanultam ugye Franciaországban és Párizsban, és megtanultam Finnországban is, Helsinkiben is, de ezek mind csereprogramok voltak, és nagyon szerettem volna ugye külföldre jönni, és valami olyasmit csinálni, ami specifikusabb kommunikáción belül, és úgy találtam ezt a fenntarthatósággal kapcsolatos kommunikációt, és ezért költöztem egyáltalán ide mesterre Svédországba. Szóval akik már egy ideje nézik ezeket a videókat, azok ezt tudják, de hogyha újak vagytok, akkor ezért vagyok itt Svédországban, és nyilvánvalóan nagyon érdekel is a fenntarthatóság, meg nem véletlen, hogy Svédországban van ilyen szak, hiszen ez az ország szinte úttörőnek számít abban, hogy annak ellenére, hogy körülbelül egy 10 milliós lakosú országról van szó, tehát lakosságban tényleg nagyon hasonló Magyarországéhoz, rengeteg mindent csinálnak, ami klímaváltozással, fenntarthatósággal kapcsolatos. Az én egyetemem például több fenntarthatósággal kapcsolatos szak is van, tehát nem csak az én kommunikációm, hanem van például logisztika is, ami fenntarthatósággal kapcsolatos. De ordít ez a sirály. Már nem tudom. Mit szólnám a verebekre? Kicsit mérges. Tehát van például ugye fenntartható logisztika, vagyis hát fenntartható ellátási lánc management, amúgy a kettő szerintem nagyon hasonló, és amennyire tudom, ez valami olyasmit takarít, hogy ha például tegyük fel egy katasztrófa sújtotta térségbe kell adományokat eljuttatni, vagy mentőcsomagokat eljuttatni, akkor ezt hogyan oldják? Például ilyen, szóval nyilvánvalóan egy teljes diplomás szak, ezt nem fedi le, hát a kifolyom az orrom, mert amúgy nincs is meleg. Csak levettem a kabátomat a videóhoz. De van például fenntartható, mi is a neve, Sustainable Enterprise Management, valami ilyesmi, hogy fenntartható vállalkozás management, valami ilyesmi. Nyilván nem akarok belemenni abba, hogy ez miről szól, mert pontosan én sem tudom, de azt tudom, hogy direkt van az, hogy az egyetem egy csomó ilyen fenntarthatósággal kapcsolatos szakot indított tavaly, meg így az elmúlt években, meg még a jövőben is szeretnének, mert hogy az lenne a cél itt Jönköpingben, hogy minél több ilyen szakot indítsanak, és minél több külföldi diák jön ide, hogy aztán hazamenjenek is ezeket a dolgokat, ezeket otthon implementálják a saját országukban. Ugye Jönköping az egyik, hanem a legnemzetközibb egyetemes Svédországnak, és egyébként is egy olyan helyen fekszik Jönköping, ami nagyon jó megújuló energiaforrások alkalmazására, és az lenne a cél, hogy azt hiszem 2050-re, talán lehet, hogy 2030, tehát azt mondom most, hogy 2050, hogy klímapozitív város legyen Jönköping, vagy hát az egész megye, ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy klímasemleges legyen, tehát, hogy minden saját energiafelhasználását megújuló energiaforrásokból teremts elő, tehát nem az a lényeg, hogy csak saját magát tudja fenntartani, nem úgy, mint a passzívász, hanem még ezt a plusz megújuló energiát, ezt más megyéknek is tovább tudják adni. Tehát ez a nagy cél, ez a város nagy cél, és nyilván az egyetem is hozzájárul ehhez azzal, hogy ilyen típusú oktatásokat indítanak. Ugye mi voltunk az első év a fenntartható kommunikáció szakon, jövőre jön a második, mint ahogy ezt az egyetemeken szokták csinálni. Nyilván már a felvételi egy része meg volt, mert úgyhogy már tudok olyanokról, akiket felvettek, de úgy tudom, hogy itt egész sokáig nyitva van a felvételi regisztráció, még az is lehet, hogy most is nyitva van.
nem tudom mikor nézed, mondjuk, hogy nézd kezdte a videót, de érdemes ezeket megnézni. És amit a svédekről tudni érdemes, hogy ők nagyon magukénak érzik a klímaváltozást és a fenntarthatóságot, és teljesen beléjük van nevelve, hogy ők maguk tehetnek, és tenniük is kell valami, tehát nem rántják meg a vállukat, hogy jaj, hát mi 10 milliós kis ország vagyunk, és Amerikához képest nem tudunk semmit csinálni. De rengeteg kezdeményezés, vállalkozás van fenntarthatósággal kapcsolatban, de hogyha csak azt nézitek például, hogy mi az, ami híresebb, például az Oatly, az ugye egész híres, de Magyarországon nem nagyon lehet kapni egyelőre. Az Oatly az egy zabtai márka, és olyasmi, mint nálunk mondjuk az Alpro, csak mondjuk az Alpro a Danonhoz tartozik, az Oatly meg független ilyen nagyobb vállalatoktól, de egy nagyon-nagyon sikeres növényi tej márka, ami tényleg Amerikától kezdve Ausztrálián át már Kínában is kapható. Ez is például svéd, vagy például van ilyen, hogy Swedish Stockings, elvileg ez a világ egyetlen fenntartható harisnya márkája, mert egy olyan anyagokkal dolgozik, hogy minél kevesebb energiát és minél kevesebb anyagot használjon fel, és figyelnek arra is, hogy ugye visszaforgassák, tehát vissza tudjátok még küldeni a harisnyájátokat, és akkor ők ezt kezelik. Bőrápolási termékek, vagy fogkrém, fogtabletta, fogkefe, tudjátok, ezek a bambusz fogkefék, na, például van a Humble Company. Nagyon sok ilyen típusú vállalkozás van, és hogyha csak úgy alapvetően például megkérdeznél egy svéd embert, fel sem merülne benne, hogy például nincsen klímaváltozás, ez már itt, mert nyilvánvalóan van, de hogy ez már itt nem téma, hogy van-e, vagy nincs-e, vagy hogy kell-e valamit tennünk, hanem mindenki tényleg valamit tesz. Hogyha például elmész egy étterembe, akkor biztos, hogy van vegetáriós opció, vegán opció elég valószínűleg, hogy van. Vagy például ugye mondtam az Oatlyt is, az Oatly termékekre, a tejekre, az aptejekre rá van írva, hogy mi a széndioxid kibocsátása, vagy hát ez a szénlábnyom, ahogy szokták mondani. Nemrég volt velük egy ilyen céglátogatásunk, de ugye most a karantén miatt ez online volt. Ők azt mondták, hogy ezt próbálták elérni már, mint cég szinte, hogy ugye minden élelmiszerre, ugyanúgy, mint az összetevőket rá kelljen írni, úgymond szabályszerűen, hogy milyen klímalábnyommal rendelkezik. De ezt még nem sikerült elérni ugye az Európai Uniónál, és úgy döntött a cég, mármint az Oatly, hogy ők nem várnak tovább arra, hogy mikor lesz bevezetve, hanem valamit szeretnének tenni, és ezért ők elkezdték a saját termékeikre rányomtatni azt, hogy hány, nem tudom, tonna széndioxid kibocsátással járt ez a termék. De nyilván most ez a szám nem sokat mond egy embernek, nekem sem mond sokat, úgyhogy például a honlapon meg lehet nézni, hogy ahhoz képest, hogyha mondjuk tehénért fogyasztanál, akkor ez mekkora széndioxid kibocsátása járna. Szóval ilyen dolgokat csinálnak. Hogyha például egy várost is megnézel, tehát tele van zölddel, a buszok biogázzal mennek. Most remélhetőleg valamikor elmegy egy busz mögöttem, mert pont látom, hogy jön egy. A biogáz feliratot pont nem fogjátok látni. Sajnos, de hogy igen, itt tényleg nagyon figyelnek rá, vagy például lehet olyat, hogy van ez a... Na, meg is mutatom. Van ez a buszkártya, ugye ez a buszbérlet, ilyen havi buszbérlet, és látjátok, hogy ez ilyen kis nanyagszütyőben van, és ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni. De még ezt is, nálunk, ahol lehet venni a bérletet, oda vissza tudod vinni, és akkor ott még azt ők újra felhasználják. Sok olyan dologra figyelnek itt Svédországban, ami nálunk nem feltétlenül megszokott. Vagy például lehet olyat, nekem sajnos nincs ilyen, hogyha kértél ugye személyigazolvány számot, akkor ezt össze tudod kötni az ilyen szupermarketes felhasználói fiókoddal, hogy ne kelljen utána már kinyomtatni soha a blokkot, hanem akkor arra a felhasználó nevedre küldik. Nyilván ez nem csak környezetvédelmi szempontból jó, hanem szerintem kényelmesebb, mint azokat a blokkokat hordozgatni, de például ez is. Ugye az IKEA-ban is az IKEA az egyik legnagyobb svéd cég, hanem a legnagyobb. Ott is például ugye nagyon figyelnek arra, hogy minél inkább bevezessék azt, hogy ne csak húsgolyó legyen, hanem vegán húsgolyó alternatíva is legyen, vagy hogy jobban kiírják, hogy mi az, ami vegetáriánus vegán, szóval évről évre ott is vannak új dolgok. Hát, de nem vagyok nagy rajongója a cégnek, szerintem nagyon sok a greenwashing, ez a kifejezés, tudjátok, mikor próbálják így pár ilyen gyűjtődobozzal jobbá tenni azt, hogy egyébként mit csinálnak a világ más tájain, de ezt mindenki nyilván döntse el magának, hogy mit gondol erről, de még így a nagyobb cégek is így egyre inkább
próbálják ezt bevezetni, ezt a svéd fenntarthatósági mentalitást, meg nyilván ezért a világ részéről is elég nagy a nyomás, hogy tenni kell valamit, de ezt szeretem Svédországban egyébként, hogy nem keres kifogásokat, hogy jaj, hát, de mi nem tudunk mit csinálni, nem mit csináljuk a bajt, nem nálunk van a sok szemét, hanem így vannak vele, hát mindegy, mindenki megteszi, ami tőle telik. Például itt is ugye Jönköping nem olyan nagy város, de például itt is vannak ilyen csomagolásmentes szekciók a boltokban, több ilyen üzlet is van. Szerintem tök jó, mert hogyha néztetek franciaországos videókat, én ott is próbáltam refigyelni, hogy találjak ilyen csomagolásmentes boltokat, hogy nekem mindig agyon csomagol dolgokat venni, de itt is nagyon sokszor van az, hogyha egy sima szupermarketbe is mész el, hogy például a rizs vagy a tészt, az papírban van csomagolva. Tehát, hogy nem feltétlenül van mi anyagban, vagy ami már egy előző videóban is elhangzott, hogy itt kb. Minden tea vagy kávé, amit veszel, az Fairtrade. Tehát ez itt egyértelmű, hogy egy drágább terméket fogsz találni. Egyébként is a Fairtrade-nek nem kéne, hogy jótékony céljai legyenek, ez kb. Emberi ok, hogy valakit normálisan megfizessenek a munkáért, de igen, tehát itt ez ilyen... Költöm kávét? Ez ilyen teljesen egyértelmű, vagy ugye ezt is mondtam már több videóban is, hogy rengeteg svéd vegetáriánus vagy vegán, tehát azt hiszem minden 9. Valahol olvastam, nem tudom, hogy ez mikor adat, lehet, hogy azóta már több is. Nagyon sokan azt mondják, hogyha mondjuk nem is vegetáriánusok, de kb. Mindenki figyel arra, hogy minél kevesebb húst tegyen. Tehát mindenki, ez nem ilyen véglet, és ezt kéne szerintem nekünk is talán magyaroknak megtanulni, főleg, hogy ilyen nagyon húsos étrendünk van, hogy nem az a lényeg, hogy most vegetáriánus vagy, vagy vegán vagy, vagy minek mondod magadat, hanem azt, hogy ne a kifogásokat keressük, hogy kinek kéne többet tenni, és miért nem én tudok valamit csinálni, hanem tegyük meg azt, ami tőlünk telik. Azt már szerintem másik videóban is mondtam egyébként. És a svédek nagyon ilyenek, szóval nagyon jó példát tudunk róluk venni, hogy 10 milliós országként is mennyire sok mindent tudunk tenni a környezetünk érdekében. Még töröm a magyart egy kicsit. De ugye Svédországból származik a nagyon híres fiatal környezetvédelmi aktivista Greta Thunberg is. Azt gondolom, hogy ez Svédországban ez teljesen lehetséges, hogy van itt egy tizenakárhány éves lány, aki egy kívül a parlament elé, és akkor tündet a környezetére. Ez itt Svédországban szinte lehetséges, mint hogy ez természetes. Én nem tudom elképzelni, hogy például otthon Magyarországon, hogyha lenne egy... Nyilván vannak sok hasonló, sok nagyon ugyanolyan okos és elkötelezett fiatal van szerintem, de nem tudom elképzelni, hogy valaki kijönne nálunk otthon a parlament elé, és akkor ilyen szintű mozgalmat indítson el, vagy hírnevet indítson el, és ez Svédországban itt üdvözlik az ilyet szerintem. So now here you see Jule and Anilla enjoying their vegan burger from Max. So maybe you can think of your favorite vegan thing you ate in Sweden over the past 10 months? No, not quite. 8 or 9 months? I think it's Luisa's lasagna. Okay, we can maybe quickly... Give me some credit! I have my really nice upcycled Budapest bag with me. It's like made out of old jackets, and they made what? Like a new one. And it's from Budapest. Do you know the brand? No, it's like a designer. Where? It's in the 7th district. What did you do in Budapest, Luisa? I studied there for one semester. Which school? I did. Isn't we probably have met, but we don't remember. Yes, that's so true, because we studied the same thing. Did they study in Budapest? No, unfortunately. I want to go. To Budapest? Yes. Yeah. You should. Just when I left, it was 15 degrees, but now it's definitely not anymore. So. That's very special about Sweden. It's like 20 degrees during the day, and then it's -5. You have to bring like your gloves if you want to have a beer. don't think so. Maybe it's like a tradition in Sweden, where you like go out of the kindergarten, you have to put it there or something. We have that tradition in Germany where you like when your parents want you to get rid of your that thing. What's it called? Classifier. Mm-hmm. Then you have to put it under your pillow and sleep. And at night, the Schnullerfee, which is like the fairy of the thingy, takes it, and then it's gone. And maybe it brings a present. Ooh. And now we know where she brings it. Guys, which shoe was that? Na, sziasztok! Próbálom nem nagyon nyilvánvalóan
filmezni, amit filmezek, de meg akartam mutatni a videó kapcsán, hogy hányféle kuka van Svédországban. Most el is hoztam az üvegeimet kidobni. Szóval, mint egy őrült, végig fogom mutatni, hogy hányféle szemét van. Arra emlékszem, hogy kb. 10, de majd mindjárt kiderül. Na szóval, kezdjük azzal, hogy van ilyen kaja maradékosság, mert ugyebár itt nem szokás belerakni a kaját a közösbe, és így látjátok mindenféle ilyen zöldségmaradvány. Hát ami a komposzt. Akkor van egy ilyen, hát ez a mindenes, ahova a zöld szalagokat, a CD-ket, ha még használsz, ceruzát, fültisztítót, ilyeneket szoktak rakni. Remélem mindenki látja itt az emeletről, hogy mit csinál. Oké, itt van egy fehér üveg. Ott látjátok, kipakoltam az üvegeket, ez biztosan nagyon izgalmas fehér üveg. Na igen, és akkor így ennyi, beledugottam. Belülről vannak ilyen kis konténerek. Színes üveg. A barna, az egy kövi. Az a fém lesz. Igen, fém, látjátok, ez mind fém. Akkor van egy műanyag. Nos, a műanyagban látjátok, ennyi minden bele tartozik. Szóval még ez a hálós kis cucc is, meg az összes ilyen tisztítószeres, csomagolós cucc. Akkor itt a papír. Szerintem ez magától értetődő. Az újságpapír külön van. És ha jövünk ide, akkor még itt van egy ilyen égőknek való, elemeknek való, és még egy ilyen kis elektronikai eszközöknek való is. Szóval annyi volt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen, és a végén a másik oldalon volt még 2, 9, 10. Úgyhogy 10! 10 felé gyűjtjük a szemetet itt emberek Svédországban. Na most elmegyek erre sétálni. Látjátok mögöttem, hogy csodálatos építkezés van. És most elmegyek a boltba, de nem akarok semmit venni. Csak meg akarom még azt is mutatni, így a fenntarthatóság kapcsán, hogy képzeljétek el, itt Svédországban visszaválthatók a fémdobozok. Szóval, ami ilyen dobozos üdítő, vagy energiától, tudjátok, ez a sima fémdoboz, az visszaváltható, és a műanyag palack is visszaváltható. Van egy ilyen kis gép, majd megmutatom, és oda bedobod, és egy korona jár érte vissza, és vagy megtartod az egy koronát, vagy hát ahány dolgot bedobtál, annyi koronát, azt bemehetsz a boltba, és ott vagy kiadják neked a pénzt, vagy levásárolhatod. Vagy pedig odaadományozhatod. Szerintem a Save the Children, úgy emlékszem. Én el szoktam adományozni, mint a jó emberek, gyűjtöm a karmapontokat. Na szóval, hogy most oda megyek. Itt lakom amúgy, ez itt a óriási bevásárlóközpont, figyelj, mert közeledem a cucchoz. Nézd ki! És ide kell behelyezni a szajrét. Szóval ezért az, hogy vissza lehet váltani. Ez egy egészségesebb kombucsa volt. Berakjuk egy egészségeset. Igen, 3 korona. És ide rámegyek, hogy a gyerekeknek adom. Azt mondja, hogy várjam meg a blokkot. Itt a blokk, hogy jó ember voltam. Összefoglalva, nagyon benne van a svédek mentalitásában a fenntarthatóság, a vegetáriánusság, a vegánság, az, hogy mindenki tegye meg azt, amit ő maga egyedül meg tud tenni. Szóval remélem, hogy felkeltett az érdeklődéseteket ez a videó. Van rengeteg más videó egyébként YouTube-on, amelyekben több részlet is van arról, hogy hogyan foglalkoznak a svédek a klímaváltozással, vagy úgy egyébként például a hulladék felhasználással. Szóval lehet, hogy még párat belinkelek ide a videó alá, amiből talán még sokkal többet tanulhatok, mint ebből. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Tudjátok, hogy előre kezdem az egészet, mert azt hiszem, se füles falkának, mit mondok.